Azaz, visszazárja a serpenyő tetejét. Taplót már beleijesztette, kérem szépen, az kanóc helyében, ugyanis kanóc helyett taplóval is meg lehet egy gyújtani ezen eszközt. Az némi lauhúgyból nem maradt egy csepp. Az embernek ilyen melegbe kiszárad az belső bélése. Ágy! Bizony, ez jó esik ilyenkor. Na! Ugye belement a lőpor, folytás, huska veszőve, megdöröcköli vitézulunk. Azaz. Na most a baleset elkerülése véget, mi ezt egy tűzszerszámmal gyújtjuk meg, tehát nem kanóccal. Már parázslik is, kérem szépen, a tapló serpenyőt kinyitjuk, és salve domine! Most a serpenyőt kérem szépen finom lőporral fölporozza. Aztán rácsukja a serpenyőre az fedelet. Így, és ráhagyja kérem szépen a pirites gyújtó szerkezetet. Az első olyan kézi fegyver kérem szépen, amit töltve is lehetett hordani. Tehát őrjáratban, nyugodtan, őrségben, lovasságnál is töltött fegyverre lehetett csatába indulni. Így aztán üzembiztosabb volt a harcakészsége a fegyvernek. Hát salve domine, nagy uram! Neki az ilyen falnak, kérem szépen, megáll, kérem, ledobja a lovasát, a lepottyanó lovas meg egy ilyen gonosz darabont, ugye, megszúrja olyan helyen, ahol nincsen páncélozva. Ágyékán, hóna alját, stb. Hát, ha túléli azt, akkor magas hangon fogja dicsérni az urat. No, kiváló hadi eszköz. Láncettünk kezébe a pika. Ez egy rövid szárú darab, ugye, alig 3,5 méter. Az eredeti hosszúsága körülbelül 5,5-6 méter volt. Hogy mire szolgált, azt a későbbiek folyamán majd bemutatjuk. Nagy uram egyelőre csak a fogásokat mutatja. Mikor majd a flamand muskétás következik, akkor védőállásba bemutatjuk vitézülőnket is. Jó, álljon vissza kegyelmed! Atta uram kezébe kérem szépen egy tüzérségi fegyverhez való kanóc tartó. Tehát van neki egy hegye is, kérem szépen, mert a tüzérséget előszeretettel lovaslóhammal próbálták mindig kikergetni állásaikból, és ezért a tüzéreknek valahogy védekezni is kellett. Kanóztartó elejére egy négyszögre kovácsolt vashegyet illesztettek, amivel kiválóan tudta védeni magát a vitézlő tüzérünk. Köszönjük, vitézlő uraim! Na, utolsó darabontunknál kérem szépen egy korai pallos alabárd látható, minek szintén van egy szakála. A szakála arra szolgált, hogy a lóról le lehessen rántani az ellenfelet, pallos részével meg elintézni keményen. Úgy, ahogy nagy uram belekapálta a földbe, úgy a szerencsétlent el is lehetett ásni igen hamar. Köszönjük, vitézlő uraim! Penyő! Még hátra, még hátra, még hátra, most ellenségbe gondolj, mivel? Hogy ti?